Élesben tavaly indult és 2020-ig tart, tehát nagyjából a fél idejénél jár az a program, amelyen az egyetem az angol nyelvoktatás megújítását tűzte ki célként. A 330 millió forintból megvalósuló nyúvé során arra törekednek, hogy javuljon a középfokú oktatásban részvevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja. Az érintett 1650 gyerek tudása alapján került be az összesen 40 csoportba. Montel 35 perc című műsorunkban a projekt szakmai vezetője. Vannak olyan gyerekek, akik négyfél éven keresztül lesznek benne a projektben, de vannak olyanok, akik csak egyfél, év, egyfél évben részesülnek angol órákban, mert vagy azért, mert végeznek, vagy azért, mert már sikeres középszintű nyelvvizsgát tettek, tehát a, a gyerekek személye az változik a négyfél év alatt gyakorlatilag. A kiválasztás során a hátrányosabb helyzetű iskolákat részesítették előnyben. Végül hat megyei és négy nyíregyházi intézmény került a programba. Az ennek keretében zajló plusz órák leginkább a magánfoglalkozásokhoz hasonlíthatók. Ezeket az órákat olyan kiegészítő iskolán túli foglalkozásokként kellene vagy kell elképzelni, amely mondjuk a magánórát vagy a magántanfolyamokat pótolja. Éppen ezért délután szervezik őket célorientált, személyre szabott, tehát e szinte egyénenként foglalkozik a tanára a gyerekekkel, ismeri őket, tudja azt, hogy, hogy miben és hol kell segíteni, tehát e, ilyen szempontból egy kicsit a magánórák felé hajlik a tevékenység. Mint a szakmai vezető hozzátette, a pályázatban nincsenek előírva konkrét célok, de szeretnék, a részevők közül minél többen szerezték meg a középfokú nyelviskát, vagy az emelt szintű angol érettségét. A program végeztével minden esetre szeretnék követni ezeket a fiatalokat, hogyan és mikor vált előnyükre a foglalkozás.